Jó reggelt kívánok! Az imént összefoglalót hallhattak a vírushelyzetről, és épp eme vírushelyzet miatt szeptember 1-től új határvédelmi szabályokat vezetett be a kormány. Ennek értelmében a magyar állampolgárok is külföldről csak úgy térhetnek vissza Magyarországra, ha vállalják a 2 hetes karantént, vagy az azt kiváltó 2 darab PCR tesztet, amit 48 óra különbséggel kell elvégezni. A határzár ugyanakkor azt is jelenti, hogy nem magyar állampolgár főszabály szerint nem léphet be Magyarországra szeptember 1-től. Hogy miért mondom, hogy főszabály szerint és milyen kivételek vannak, azt most együtt meg tudjuk nézni, hiszen azért természetesen nem ennyire szigorú a törvény, bejöhet a külföldi is, hogyha állandó vagy 90 napon túl magyarországi tartózkodási engedélye van, ha itt dolgozó sportoló vagy sportszakember, ha szállítmányozó a teherfuvarozásban vesz részt, ha hivatalos látogatáson levő személy, vagy mindazok, akik igazolni tudják, hogy az elmúlt fél évben elkapták a COVID-19 betegséget, illetve aki a hivatalos látogatáson belül még azt érdemes kiemelni, hogy a rendőrségtől lehet igazolást kérni arra vonatkozóan, hogy nagyon fontos üzleti út, családi esemény, jogi eljárás miatt kell Magyarországra jönni a külföldi állampolgárnak, ha megkapja ezt az igazolást, akkor beléphet az országba. De ez nem minden külföldi állampolgára vonatkozik, hiszen a magyar kormány úgy döntött, hogy különbséget tesz, és a következő tábla mutatja, hogy kire vonatkozik. Zöld országba került Lengyelország, Csehország és Szlovákia ebben a vonatkozásban, ami nem pont ugyanaz a zöld, mint amit néhány hónapon keresztül, vagy néhány héten keresztül láthattunk. Ez csak azt jelenti, hogy lengyelek, szlovákok és csehek 5 napnál nem régebbi negatív koronavírus teszttel beléphetnek az országba, hogyha már van szeptemberre lefoglalt szállásuk. Ugye érezhető a különbség, nem csak a 2 hét, hanem a külön más típusú koronavírus teszt is vonatkozik rájuk, és hogy miért van ennek jelentősége, hamarosan erről fogunk beszélgetni. És nagyon fontos kérdés, hogy ebben a régióban vajon különbséget lehet-e tenni a fertőzöttség tekintetében. Szeretnék meg önöknek megmutatni egy következő diagramot, az Orwellian Data diagramja, ami 1 hét viszonylatában napi átlagot számolva nézi a különböző országokban az új esetszámokat. Ha csak az esetszámot néznénk, akkor nagyon megtévesztő eredményre jutnánk, éppen ezért az 1 millió főre vetített esetszámot érdemes vizsgálnunk. Magyarország piros színnel van jelölve, itt látható, most ugye a szeptemberi az utolsó adat, és mögötte pedig a Csehország, Lengyelország, Szlovákia, a legmagasabb az épp Csehország, a legmeredekebb épp olyan meredekségben haladt felfele, mint a magyar mutató, és Lengyelország, Szlovákia is bőven Magyarország fölött van szeptemberben a 1 millió főre vetített napi esetszám tekintetében. Indokolt-e ilyen körülmények között a megkülönböztetés, és egyáltalán milyen jogi kérdéseket vet fel az, hogy különböző szabályok vonatkoznak különböző Európai Uniós polgárokra. Latman Tamás nemzetközi jogászhoz sétálok, és őt fogom erről a kérdésről kérdezni, aki mikor ide tartott, akkor azt írta a Facebook oldalán, hogy jön a hozzánk az ATV-s startba, de ha nem lenne határzár, akkor éppen Prága felé tartana vonaton ülne. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Egyetért a határzára? Főszabály szerint nem. Tehát nem abban a kérdésben nem szeretnék véleményt kifejteni, hogy járványügyi szempontból indokolta vagy nem. Ehhez nem értek ez a kérdéshez, viszont azok a szakértők, akik megszólaltak az elmúlt néhány napban, mind nemleges választ adtak erre a kérdésre. Tehát kénytelen vagyok az ő álláspontjukat elfogadni. Jogi értelemben pedig nagyon komoly és nagyon sok aggály fogalmazható meg ezzel a mostani intézkedéssel kapcsolatban, teljesen függetlenül attól, hogy én egyébként most éppen Prágába utaznék, vagy nem. Ha Prágába utaznék, nem lehetnék itt, tehát ennek is vannak előnyei és abszolút hátrányai. Így legalább segít nekünk értelmezni az egyik legfontosabb jogi aggályt. Az Európai Bizottság 2 biztosa és az igazságügyi és a belügyi biztos is levelet fogalmazott, meg kifogást fogalmazott meg Magyarországgal szemben, pont amiatt, amiről az erről beszélgettünk. Segítsen nekünk megérteni, hogy miért kifogásolható, miért aggályos ez a fajta eljárásrend. 2 különböző dimenzióban tudunk aggályokat megfogalmazni. Az első egy általános, a Schengeni rendszer felfüggesztésével kapcsolatos feltételrendszer. A második pedig ugye az esetleges diszkrimináció kérdése. Az elsőnek az a lényege, hogy a úgynevezett Schengen határellenőrzés kódex meghatározza a fő szabályait ennek a jogi rezsimnek. Úgy rendelkezik, hogy határellenőrzés visszaállítására végső eszközként valamiféle szükségesség, arányosság, vizsgálat eredményeképpen kerülhet sor. A magyar kormányzat kifejezetten nem állította még, hogy ez egy végső eszköz lenne, de azzal, hogy élt ezzel a lehetőséggel, lényegében ezt érvelné.
Ugyanakkor azok az intézkedések, hogy először a cseh, majd másik két V4 állam esetében az állampolgárok így kaptak kedvezményt, amiről igazából nem tudjuk, hogy milyen szakmai előkészítés eredményeképpen, tudjuk, hogy semmilyen, hiszen itt a Bledi stratégiai fórumon való beszélgetések eredményeképpen történt. Hát ezzel maga a kormány igazolja azt, hogy a korábban bejelentett intézkedés nem végső eszköz jellegű, hiszen ha végső eszköz jellegű lenne, akkor nem lehetne ilyen egyszerűen kedvezményeket adni belőle. És a második elem pedig ugye a diszkrimináció, amit már szóvá tett az Európai Bizottság is, aminek nagyon egyszerű a problematikus jellege, uniós polgárok közötti diszkrimináció, különbségtétel jogilag nem megengedett. Tehát ez azt jelenti, hogy ugyanannak a eljárásnak kell vonatkozni egy hollandra, egy németre, így mint van. Egy szlovákra, igen, vagy egy magyar állampolgára. Ez kifejezetten egyébként a Schengen határellenőrzés kódex ki is emeli, hogy amennyiben egy állam bármilyen oknál fogva, ami megfelelő, visszaállítja a határellenőrzést, akkor ez diszkrimináció mentesen kell mindenki tekintetében alkalmazni. Lehetne érvelni azt, hogy ez egy pozitív diszkrimináció ezekben az esetekben, és azt gondolom, hogy jogilag ez nem egy teljesen elrugaszkodott érvelés lenne a valóságtól. A probléma viszont az, hogy a pozitív diszkrimináció alkalmazhatóságának is megvannak a maga szabályai. Tehát pozitív diszkriminációt akkor lehet alkalmazni, hogyha az a valamilyen negatív diszkrimináció hatása ellen próbál az intézkedő állam fellépni. Itt nyilvánvalóan nem erről van szó. Ugye márciusban, áprilisban is láttunk határellenőrzéseket. Mi különbözteti meg azt a fajta határellenőrzést a mostani helyzettől? Mondhatjuk azt, hogy minden állam szuverenitása az, hogy eldönti, hogy kit enged be az ország a területére, és kit nem. Igen, ez az általános főszabály, az állami szuverenitás része az ebben való döntés. De annak idén az államok, amikor megerősítették a Schengeni Egyezményt, az Európai Unió aztán azt az uniós jog részévé tette, ezzel az államok a szuverenitásuknak ezt a kis darabkájának, a rendelkezésének egy részét átadták közösségi kontrollba. És ez azt jelenti, hogy ezt onnantól kezdve a közös szabályok kicsit kötik, korlátozzák az államokat. Ugye az, hogy egyáltalán egy járványügyi helyzet van-e olyan súlyú, jelentőségű, hogy ez indokolja a Schengeni rendszernek a felfüggesztését, ebben a szakirodalmi források és a szakmai gondolkodás nagyon izgalmas vitákat tudna lefolytatni. Nekem is van egy álláspontom. Mi az ön álláspontja? Az én álláspontom az, hogy szerintem a Schengen határellenőrzési kódex szövegének olvasatával nem. Tehát, hogy nem teszi ezt lehetővé? Nem, viszont ez az a pont, ahol az embernek el kell fogadnia, hogyha aki szakmai álláspontja fölött túllép az élet, hiszen tavasszal láttuk, hogy az összes tagállam lényegében ezt megtette. Akkor egyeztettek? Tehát igen. Tehetünk különbséget, igen, a mostani magyar döntés és az akkori érdemes állapot megnézni, között? Az Európai Bizottság honlapján van kifejezetten egy rész, ami erről szól. Ott le van írva részletesen, hogy melyik tagállam mikor miért vezetett be ilyen jellegű korlátozásokat. Tavasszal azt láttuk, hogy az összes tagállam lényegében teljes körűen zárta a határait ilyen-olyan módokon. Tehát én erre azt mondom, hogy amikor a gyakorlat, az élet átlép az elméleti gondolkodáson, azt el kell fogadni. A mostani helyzetben viszont nagyon sok különbség van. Például az, hogy itt a magyar kormány nem is egyeztetett sem az uniós intézményekkel, sem más tagállamokkal. Ennek megfelelően más uniós tagállamok és intézmények el is kezdtek panaszkodni, hogy ezzel ők nem értenek egyet, ez gondot okoz. És csak egy gyakorlati példa, teljesen abszolút gyakorlati, de az, hogy a magyar kormány bejelentett, ami bejelentett, két nap alatt az történt, hogy az összes olyan utazásszolgáltató, aki mondjuk Prága és Budapest között buszt, vonatot vagy repülőgépet üzemeltet, az elmúlt két napban törölte az összes járatát. Tehát innentől kezdve most az, hogy egyébként most beengedhetünk. Még a Prága is, aki azt mondjuk, hogy ők még kedvezményt is kaptak, de igen, mondjuk ugyanez a reláció mondjuk egy német utazási irodával. Nem tudjuk, hogy ők tudták-e, hogy majd holnap kapnak kedvezményt. Tehát a magyar kormánynak ez a fajta magatartás, ráadásul jogállamisági, joguralmi, kiszámíthatósági problémákat is eredményez. Tehát nem tudjuk, hogy a piaci szereplők hogy reagáltak volna erre. Ennek csak az a jelentősége, hogy például lehet, hogy ezzel a fajta kedvezményezéssel még akkor is egy lehetetlen helyzetbe sikerült hozni mondjuk itt nyaralni, vagy még pihenni szándékozó cseh állampolgárokat, akik nem biztos, hogy ezek után egyáltalán el tudnak jutni Budapestre, de ez csak egy gyakorlati probléma ilyenkor. Ugye a másik nagyon gyakorlati kérdés, a Schengen legfőbb üzenete az volt, hogy áruk, ember szabadon mozoghasson, lehessen itt-ott munkát vállalni, jönni-menni. 30 kilométeres hatásában korlátozzák most ezt a szabad mozgást. Ez ugyanúgy ellentmond ezzel? És a járványügyileg számomra mondjuk az, hogy nehezen,
megkérdőjelezhető, hogy mondjuk Ukrajnára ugyanúgy vonatkozik ez, ahol egy erősen fertőzött országról beszélünk, bár most ebbe a táblába pont nem szerepelt. Itt megint abban a problémát csúszom bele, hogy van egy jogi értelmezése ennek a vitának, és van egy járványügyi értelmezése. Azt mondanám most egy pillanatra elvonatkoztatva a járványügyi szabályoktól, jogilag én ezt nem tartom feltétlenül hibásnak vagy rossznak, tehát egy állam mérlegelhet. Azt mondja, hogy 30, 50 vagy 60 vagy 100 kilométerre húzza meg. Valaki kilép onnan, akkor ő büntethető? Elméletben igen. Az egy másik kérdés meg a gyakorlatban, hogy ezt hogyan tudják a hatóságok bizonyítani. Hát az elmúlt két napban a határokon is azt láttuk, hogy vagy áldatlan állapotok alakultak ki, ahol Komárom közepéig állt a kocsisor, vagy pedig bizonyos határokon egyáltalán nem volt ellenőrzés, mert az ott lévő személyzetnek nem volt rá kapacitása sem. Tehát ez gyakorlat, az még nagyon-nagyon sok problémát vett föl, az elméleti problémákon túlmenően is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk ma reggel. Kicsit sajnálja nyilván, hogy nem az egyetemen, de én örülök annak, hogy velünk ezt a reggelét. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.